Sziasztok, Marika vagyok. Krémleves fog készülni. Ide ebbe az edénybe öntök olajat, körülbelül egy olyan másfél kanálra valót. Úgy elég lesz. Nem kell sok. Ez egy ilyen vegyesnek mondható, de annyira mégse vegyes, mert csak pár összetevő van benne. Akkor a lábé, 500 g zöldbab, ami ugye sárga, hát ezt miért mondják zöldbabnak? Lehet, hogy más a neve, én zöldbabnak hívom még a sárgát is. Ez is 500 g. Akkor a sárgarépát is lemérem. 185 g a sárgarépa, nem is raknák bele ennyit, csak ugye mivel ezeknek nincs színük, ugye, nincsen, nem zöld a zöldbab, így nem ad neki szint, ilyen szintelen krémleves lenne, mint hogyha hagyma krémleves, vagy fokhagyma krémleves csinálnék, de hát azt nem akarnék mostan, de hú, az is nagyon finom, szoktam. Várjátok, hogy ez mennyi volt? 40 g, 43-40 g-ot mondhatunk, hagymát is megmérhetem, de fölösleges, ez egy jó nagy hagyma. 75 g, na majd mosatom a mérleget. Összevagdalok mindent apróra, és a hagymát megdínszterem először, ugye. Annyira nem kell túl apróra, mert ugye a összerez bokmixerezett, a krémleves, azt tudjátok, bokmixerezett. Vagy hát, ha valakinek van valami jó kis ilyen aprító, vagy nem is tudom, minek mondják gépe. Láttam olyat, ami az úgy szétviszi, nem úgy, mint a bokmixer. Ott még szertére a borsónak a híját nem viszi nagyon szét. Ez ilyen vegyes hagyma, mindenféle, ami a kezembe akadt. Ez enni nagyon finom, ez a sonkahagyma. Azt hiszem sonkahagyma ez. Hát olyan hosszúkás. Nagyon ízletes különben. Jó, és akkor ezt meg fogom dinsztelni, jó? De nem mutatom olyan hosszúra, mert beszólt valamelyitek, tehát nem rondán, csak beszólt, hogy tényleg a hagymavágás végig mutattam, aztán végig dumáltam. Na, ezt a hagymát akkor most megvagdaltam, és egy kicsit megdínsztelem. Ebből a malomborsból, ez színes bors, többféle van benne, hát így ebben a 9 centi átmérő kis kávé, a spohár, kávéspohár alá tétnek az alját, itt elszórtam. Vagyis őröltem. Sárgarépát összevágtam, a felé van a levesbe, és ezt is beledobom. Zöldséget is összevágom, azt is bele. Vagyis hát a hagymára rá, ugye, nem a levesbe. Rá a hagymára. A karalábét is azért egy kicsit apróbbakra, mert a múltkor olyan nehezen főtt meg. Nagyon szép, meg kéne kóstolnom. Még finom, de nagyon alattomos a karalábé. Képzeljétek el, hogy benne behoztam egyet a telekről. Hoztam. Egy kis lyuk volt rajt, de hát semmire nem gyanakodtam. Mondom, megnézem ezt a lyukot, hát ha rossz. Az egész belseje rossz volt. Na, és fölöntöm vízzel. Annyi vizet öntök rá, amennyi gondolom, hogy kell ennyi embernek. Majd mondom. 3 liter. Tehát 3 kiló vizet raktam hozzá. Rakok rá fedőt, és hogyha felfor, akkor belemegy a zöldbe, és muszáj annyira felforni neki. Hát ezt nem néztem ám sehol, ezt a krémlevest, ezt csak úgy magamtól kigondoltam, mivel a borsó és a karalábé is nagyon finom lett. Hú, de nagyon finom lett, meg elmondhatom. Hát azért kigondoltam, hogy ennek is jónak kell lenni.
csak ebben nem zellert fogok rakni, hanem lestyánt. Van itt kint hátul lestyánom, úgyhogy azt fogok bele dobni a végén. Ugye, az szereti a babot, a bab meg a lestyán, azok jók együtt. Hát lehet, hogy a zeller is jó lenne. Itt vannak a fűszerek, hát majd mi meggondolom, hogy kell-e más is. Mert delikát nem kéne ennyi, de már ennyi ide borult, akkor hagyom. Ugye mutattam a borst, színes bors, meg a só. Aztán, hogy még valami kell-e, ugye mivel krémleves tejföl lesz, egy ilyen nagyot belerakok. Ebben nem sok van, a másik az ez még bontatlan, úgyhogy az mind megy bele. Meg a végén majd ez a kicsit több lehet, mint 50 gram, mert ugye egy 10 dekásnak a fele. Az megy, mikor már kéz van a krémlevesre. Aztán kész is. Úgyhogy pikpak megvan. Reméljük jó is lesz. Ha minden megfő, akkor bormixerezem. 394 gram a tejföl, hát 390 elég. Ennyihez, ugye, 3 liter a víz. 40 gram lisztet, finom lisztet kimértem, hát remélem annyi elég lesz. Ugye én nem keményítőt használok, mert az, ahhoz én nem értek. Meg nem is akarom megtanulni, nekem a liszt az jó. Hogyha látok olyan receptet, amiben keményítő kell, akkor abba azt használok, de magamtól soha nem használnák, soha nem használnék keményítőt. És már lassan for. Itt látjátok, már for. Ugye mindig beljebb húzom ezt a fazekat, aztán akkor itt elkezd forni, itt meg még nem. Rántott húst is állandóan forgatnom kell. Még egy kicsit hagyom, aztán megy bele a zöldbab és a karalábé. Körülbelül olyan egy percet, kettőt forrott, de megkóstoltam a sárgalépát, mivel nagyon vékonyra metszettem, úgyhogy ez már félig puha. Most belerakom a karalábét. Beleraktam a karalábét és a zöldbabot. Most ezeket jó puhára megfőzöm. Hoztam be egy lestyánt, jól megmostam. Ezt majd a végén dobom bele, mert ugye a lestyánnak nagyon... Hú, hát ennek olyan intenzív az íze. Hát minden bazsalikomé, de még erősebb. Aszta! Hát én úgy gondolom, hogy a fűszereket bele is huppantom. Szerintem bors kevés lesz, de majd meglátom, mert a rendes fekete bors az annyira nem intenzív ízű, mint ez a tarka bors. Hát ezt meg kell majd kóstolgatni, ahogyha pár percig már fort. Az eléves fedőm. Mert ugye erre valót nem vettem, pedig voltam. De hát minek, mikor itt van ez? Igaz, hát nem fölött nem dobunk el. Megkóstoltam a levest, én úgy érzem, hogy fokhagymát kell bele raknom, úgyhogy rakok bele egy ennyit. Hát ez ebbe a fokhagyma nyomóval elfér. Ez nem olyan nagy fokhagyma nyomó, kérdezte is valamelyitek, hogy hol vettem. Hát ez én nekem már 44 éves, úgyhogy még az édesanyámtól kaptam, úgyhogy nem tudok segíteni ebben, azóta se láttam. Úgyhogy szerintem ilyet nem kapni, csak hasonlókat. Aztán nem nehéz ám ezt tisztítani, mert egy YouTube-os, egy ilyen blogger, az mondja, hogy ő nem szereti, már nehéz tisztítani, nem nehéz. Most így szépen felhajtom, ezeket visszarakom, én még ki is nyomhatnám belőle, mert még biztos most jönne is, látjátok, jött is. Leraktam kis lángra, aztán abba is hagyta a forrást. És akkor én úgy szoktam, hogyha marad benn,
de nem nagyon marad benn, ugye, mert most a héját lehúztam. Akkor alá tartom a meleg víznek, aztán körömkefével, ugye mindig van ott egy körömkefe, uborkát, meg ezt-azt megkefélni a mosogatónál, és akkor körömkefe kiviszi innen mindent pillanat alatt, úgyhogy könnyű tisztítani. Hát akinek ez bonyolultságot okoz, az nem próbálta még meg, de nagyon egyszerű. Hát remélem finom lesz, már a karalábé és a borsó az nagyon finom volt. Hú, hát az nagyon finom volt, ezt mindenki megette. A lányom az mondta, hogy ő érez valamit, hogy ez nem borsókrémleves. Hát én nem is mondtam neki, hogy az. Csak kérdeztem, hogy kitalálja-e mi. Mert ő érez valami más ízt. Az nagyon finom volt tényleg. Azt bátran ajánlom, ezt meg majd utána mondom, ha kész lesz. Jól följön meg minden. Minden nagyon, nagyon följön meg. Úgyhogy jól kijönnek belőle az ízek. És mikor már teljesen kész, csak akkor dobjátok rá, amikor már a tejföl minden benn van, meg a vaj is, akkor dobjátok ezt rá. Egyet-kettőt kevergettek, aztán van benn, vagy bent hagyjuk, vagy kivesszük. Vagy pedig, ha beledobjuk előbb, akkor ki kell venni, ugye, ne botmixerezzük bele, mert én is csinálhatnám azt, hogy most beledobom, oké, és akkor botmixerezés előtt kiveszem, mert ha én ezt bele fogom mixelni, akkor nagyon intenzív, sőt, vigyáznom is kell, egy 10 perc múlva nézzem meg. Most már, hát nem is tudom mióta for, de a karalábéban még mindig érzek egy kis nyerséget, azt mindenképpen főzzétek meg rendesen a karalábét, úgysem egy szét a zöld bab, nézzétek meg, hát teljesen meg van főve. Ja. Teljesen puha, a sárgaliba még már majdnem akkor puha volt, mikor beleraktam a zöld babot meg a karalábét, de a karalábéban van egy kis roppanóság még mindig. Mindenhol azt hallani, hogy a zöldséget meg a karalábét azt utolján kell belerakni, hát dehogy is. Jobb, ha az ember maga kitapasztalja, nem lehet másra hallgatni. Ez a lestján eltűnt valahova. Ez szét nem ment odvenni. De még nem érzem az ízétben, úgyhogy úgy látszik nem olyan nagy, hogy lehessen érezni az ízt. Már raktam hozzá még sót. Kóstolgassátok, ha készítenétek, mert még mindig sótlanak érzem, még most is. Úgyhogy így lehet, hogy kell hozzá. Még egy 5 percig vagy 10-ig főzöm, de meg kell kóstolni. Mert itt is látok ilyent, ami nagyon fehér még. Látjátok? Hát ez biztos, hogy még roppanik belül. Jól főjön meg. Az a lényeg. Krémlevesnél minden jól főjön meg, ha csak nem borsó mondjuk, mert a borsónak jó, ha ki van az íze. De itt ennek jobb, ha nem, ha érzitek az ízét, pláne a gyerekek. Már értitek, hogy mondom azt az intenzív karalábé ízt. Ha megfőr, akkor nincs már karalábé íze. Hát szerintem fél óránál többet forrott, összességében meg pláne. Hát főporszívoztam, meg mindenfélét csináltam, úgyhogy most lebotmixerezem, beleöntöm a tejfölt, és akkor még egyet forralom. Kivettem a lestjánt ott a födön, ja, nem látjátok. Itt a födön. De hát akár benne is hagyhattam volna egyet forra kis dolgot. Ugye ez a zöld bab, ez másodvetés, mert most már október van, úgyhogy a másodvetés az a hagyma után történt. A vörös hagymát kiszedtem. Úgyhogy annak a termése ez a zöld bab. Vertem ide a tejfölre 2 merítőkanál krémlevesből.
hogy könnyebben bele tudjam huppantani, tudjátok. Egy merítő kanállal felveszek, többit bele, és akkor ki tudom öblíteni, az ujjam lefötcsent. Meg majd még azt is kiszedem. És akkor még beleviszem a botmixert. Kicsit megmixereztem. Most fölteszem még főni. Hát nem főni, hanem ugye fölforralom, hogy a liszt megfőjön. Még ezt a kis maradék tejfölt is belehúzom. Ugye itt elég nehéz, mert vizet már nem akarok hozzá, semmiképpen ez a 3 liter víz az bőven elég ennyi embernek egyszer, nem kell ezt kétszer eszegetni. Szóval van ám úgy, hogy úgy találok főzni, hogy még szerdára is marad valami. Hát az már durva. Ja, úgy unjuk, de hát nem lehet eldobni. Pláne, hogyha leves is van, ugye, meg rántott hús, ez az. És akkor az embernek itt marad a nyakán, hiába adok a gyerekeknek is, nekünk is marad bőven. No, hát azért szerda az igen ritkám, de volt már a példa. Hát ez is ugye 10 embernek, hát lehet, hogy ezt egyszer nem esszük meg bizony. Régebben én nem dobáltam vajat a krémlevesekbe, de megmondom őszintén, semmit nem veszek észre. Én még ugye mostan szitán át fogom szűrni, tudjátok, amivel lisztet is szitálom. És jó szokott az úgy lenni. És semmit nem veszek észre, hogy most ez a vaj dobna rajta. Hát lehet, hogy valami márkás vaj, de hát ezek, amiket én veszek, hát azok gondolom, hogy nem márkásak, mert nem a legdrágábbikat veszem. Föl is forrott, hát én nem szoktam nagyon forralni, éppen fölforralom, aztán el is szoktam zárni. Úgyhogy szerintem ez jó is, mehet bele a vaj. Elzártam. Elzártam, telefont állítottam le, ezt akartam elzárni, gyerekek, ha így már nap vége van, már nagyon elfáradtam. No, most ha ez elolvad ez a vaj, akkor már szűröm is itt az edény, meg a szűrő. Amúgy nincs rossz íze, ilyen, én olyan ízét érzek, mint mikor burgonya krémlevest készítek. Ugye én mindenből csinálok krémlevest, nincs szerintem nagyon olyan, amiből ne csináltam volna. Hát talán a fokhagyma meg a vöröshagyma, ami legjobban ízlett, azt szeretem legjobban, de a többit is. Aztán itt tudjátok, nincs ami nem ízlene a gyereknek, félem is már megeszi. Először is megette persze, de most már azért jobban megeszi. Ebben mindenben van. Akár még húst is lehetne. Ugye? Mindjárt olvad, aztán szűröm. Aztán lehet, hogy lesz egy kis krémessége, mert úgy látom, hogy krémesebb lett valóban a teteje. Megkóstolom még egyszer. Hát ilyen semleges íze van, megmondom őszintén. Olyan semleges. Most szépen átszűröm ezen a szitán, aztán kész is. Ugye ez, azért akartam venni ilyen szitát, ezt a fémet, mert itt aztán meg lehet nyomni, de a műanyagnál nem tudom megnyomni. És akkor ami még nem ment szét, ez a merítő kanál még azért egy kicsit szétviszi. Hát persze, hogy nem teljesen, de azért egész jól. Még el lehet benne oszlatni, vagyis hát még át tudom talán nyomni. Talán. Na ugye ez a botmixer mindent nem viszám szét.
ezt akkor itt marad ez a sok sürely, ami a legfinomabb. Elkészült, hát nagy nehézségek árán megmondom őszintén, mivel a zona szűrőn, amin akartam szűrni, hát azt hiszem, átment, de hogy ment. A lia átfolyt, az semmi más. Úgyhogy nem tudtam azzal, ezzel a lederéves szitámmal, azzal tudtam megcsinálni. De látjátok, szép lett. Ami nem ment át, azt még megbotmixereztem, ami nem ment át a szitán, megbotmixereztem, és akkor utána már átment. Megmondom őszintén, olyan semleges íze van. Nem rossz, nem rossz. Hát nem tudom, olyan, talán holnapig érnek az ízek. Ez itt gondolom, hogy bors. Aha. Nézzétek a bors. A bors az átmegy. Holnapig érnek az ízek, aztán akkor lesz neki valami intenzívebb íze, mert most én semmi olyan különleges ízt nem érzek. Mintha burgonya krémleves tennék, annak van ilyen semleges íze. Na, hát azért remélem ízlik a gyerekeknek. Kóstolót nem fogok mutatni, ugye, mert sokan leszünk. Hát, hogyha annyira nem vagytok benne biztosak, hogy ezt szeretnétek, akkor csak egy kis adagot magatoknak, de mikor az unokákod vannak, készítsétek el, aztán próbáljátok meg. Amit múltkor csináltam, az a borsó és karalábé, az kiváló, kiváló, azt mindenképpen ajánlom. Ez olyan semleges, olyan jó-jó, de nincs egy ilyen intenzív íze, mondjuk, mint egy borsó krémlevesnek, vagy fokhagyma, vagy vörös hagyma. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem tetszett. Nem tudom, milyen hosszú lett, lehet, hogy még 20 perces is, nem látom. Majd indexképnek beállítok egy ilyen gyöngyel esszük, mi tudjátok, ez a kis bogyók. Mindig azzal eszik, az unokák azzal szeretik. Köszönöm még egyszer, hogy végignéztétek. Sziasztok!